Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. De azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, Felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Kedves Réka és Tamás, szeretettel köszöntelek benneteket itt a Plébánián. A mai nap a közösségről szeretnék egy kicsit beszélgetni. Ha fölidéznétek ifjúságotok, emlékeit, vagy gyerekkorotokból közösségi emléket, annak igazán örülnék. Ó, hát, nekem nagyon jó dolgom volt gyerekkoromban. Én egy olyan plébániára jártam a, a szüleimmel, ahol a gyerekekre különösen odafigyeltek. Amikor egészen kicsik voltunk az elsős korunktól kezdve, először a mise előtt, egy hitoktató beszélt nekünk mindig egy kicsit az aznapi evangéliumról. Aztán, amikor nagyobbak lettünk, akkor feladatokat is kaptunk, a fiúk minisztráltak, a mi lányok énekeltünk, meg a könyörgéseket olvastuk, a szentírási szakaszokat. A szüleim egy olyan családos közösségbe tartoztak, ahol nyaranta 5-6-7-8 család összejött egy hétre, és együtt töltöttük a hetet délőttönként a szülők beszélgettek, előadásokat hallgattak a, arról, ami őket érdekelt. Mi addig gyerekek meg a határba jártunk, teheneket hajtottunk, szénabálából várat építettünk, vagy épp a kutyák előfutottunk. És délután igazából a szülők csatlakoztak hozzánk, és ezek voltak az egyik legnagyobb élmények, mikor a felnőttekkel együtt fociztunk, kirándultunk, énekeltünk, tábort üzeztünk. Ezekből azáltal, hogy a szüleimnek volt közössége, nekünk gyerekeknek is lett egy közössége, és mai napig élő kapcsolatok vannak azokból az időből. De gondolom neked is voltak gyerekkori, ifjúkori, meghatározó közösségi élményeid, Akár például, amikor szemináriumba kerültél, az biztosan hogy nagyon különleges közösség volt, és föl tudsz idézni valamit, ami, ami, az ott öltött időből neked a hivatásodnak a erősödésébe segítettek a, az a közösség? A szeminárium idő legeleje az a családtól való elszakadást jelentette számomra, vidékről fölkerülni a fővárosban, és az első ilyen emlékem az a, a szerető környezet, amivel befogadtak bennünket, akkori elsősöket. Időt szántak ránk a felsősök, <laughs> beszélgettek velünk, érdeklődtek irántunk. Az asztalok vegyesek voltak, a négy asztalnál ültünk, mint negyvenen, papnövendékek, és ez egy közösségi élet volt, ahol valóban a hét minden napján együtt voltunk. Ami most így eszembe jut, így már házas korunkból, volt egy-két év, amikor egy olyan családos házas csoportba jártunk, ahol mi 6-8 éves házasokként a fiatal házasok közé tartoztunk. És egy ilyen alkalmon, egy ilyen megosztó körben az egyik család, aki már 25 éve házas volt, el megosztotta velünk, hogy hát van egy gyakorlatilag 25 éve tartó, újra visszatérő konfliktusuk a házasságukban, is, hogy hol jobban, hol kevésbé sikerül megoldani. És ez az volt nekem egy nagy döbbenet, hogy ha ugyanegy, ugyanazzal a problémával mi is rékával küzdöttünk, és nagyon jó volt hallani, hogy másnak is ugyanaz a problémája, és hogy lehet ezzel együtt élni, meg lehet találni a megoldást rá, nem fog rámenni a házasságunk, és igazából önmagában ez a megosztásuk, ami házasságunkat erősítette meg. Te most már jó ideje itt vagy plébánosként, de hát gondolom, hogy neked is szükséged van a közösségi élményre, hiszen társas lények vagyunk. De hogyan éled meg itt a közösséget úgy, hogy igazából egy közösségvezetője vagy? Közösségvezetés, az mindig kihívás, gyakorlati és elméleti szempontból egyaránt, hogy <kül> hogyan tartom össze, mely értékek voltak itt, amelyeket kaptam, mely értékek, amelyeket én szeretnék megteremteni elindul egy családi közösség itt, alulról jövő kezdeményezés volt, aztán lett egy családcsoport, aztán meghívtak a házasétége mozgalomba, aztán meghívtam fiatal párokat, illetve a párok egymást a házas hétvége mozgalomban, elvégezték az első hétvégét, és ez egy hálával tölt el, mert így van egy csoport találkozó, igyekszünk havonta, igyekeztünk a járvány alatt az interneten keresztül, Találkozni Skype-os mentes megoldásban, és én azt gondolom, hogy ez egy megtartó erő számomra, hálás vagyok érte. Hogyan látjátok a Tamás Réka a mai kor fiatalságának? A, itt itt helyen, egy családmise után, egyéb programokkal, milyen közösségteremtő események, ajándékok, lehetőségek vannak. Igyekszünk is erre odafigyelni. A családos mise az azt jelenti, az nem csak a misét jelent hanem ö, utána agapé is van, és akkor így közben lehetőség a találkozásokra, és ez a gyerekeknek ugyanúgy szól, mint a szüleiknek. Illetve többször volt már olyan, hogy ö, mise előtt, bár meghirdettük, hogy ö, lehetett előbb érkezni a templomhoz, és ö, plusz programot csináltunk, ö, legózás volt, így társas, is előtt, játékozás. társas játékozás, ilyeneket csináltunk már. És akkor itt a gyerekeknek volt lehetősége együtt időt tölteni. Nyaranta szervezünk a gyerekeknek táborokat, most már három nyár volt, amikor sikerült ezt összehozni. Nekem még ez az egyébként ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy ezt gyerekkoromban nekem is volt ilyen élményem, ott a Prébányán, amit említettem, nekünk is sok éven keresztül szerveztek táborokat és ez milyen nagyon nagy megtartó ereje van. Nagy hálával vagyok, én személyszerűleg is, mert ez az egy hét kicsikkel, egy hét nagyobbakkal, az az összesen, ha nyarant a két hét, abban ti nagyon sokat adtatok, időben, szolgálatban, szeretetben, odafigyelésben, korú fiatalok vagy középiskolásokkal, és ez azt mutatja, hogy van rá igény, és ugyanakkor ti értéket adtatok ezeknek a fiataloknak, úgyhogy én nagy hálával tartozok érte. Évközben meg voltak legúzós alkalmak, vagy kína gyenis nagymezőn rekeszmászás, és jövő évre is vannak ötleteink, építő teremtő ötleteink, amelyekre várunk minden érdeklődőt. Ezekről a plébániáknak a Facebook oldalain, illetve elintitítunk most is a Kesztei Családokért és Fiatalokért nevű Facebook oldalt, ahova kitesszük az információkat, illetve a családokért.hu weboldalon van egy naptárunk, minden megvalósult programról itt információt adunk. Közösség mindig ajándék, mint család, mint házasság, mint plébániai közösség, tehát sokféle értéket fel tud mutatni a közösség. Szerintetek a közösségnek mi rejlik az ereje, amikor a plébániáról van szó, vagy arról a közösségi életről, amiben benne éltek, vagy amiben ti közreműködtök és segítetek nekünk? Én úgy látom, hogy önmagában az, hogy az ember egy közösséghez tartozik, és ez mindegy igazából, hogy ez milyen típusú közösség. Ha az emberek közösségben vannak, akkor ott az bizalom, nőni fog, egyre jobban meg fognak tudni nyílni egymásnak, és, és fognak tudni beszélni a, most így csúnyán mondom, szükségleteikről, vagy akár a nehézségeikről, örömeikről, és önmagában ezeknek a megosztása is hozzávezethet az, hogy egyszerűen boldogabbak legyenek. Valóban ajándék minden fajta közösség, a közösségnek megtartó ereje van, a valahok, kihez, valamihez való tartozás tudatajont, a réka is, ez pedig mindig egy nagyon fontos és nagy ajándék.